Na, megnézem ezt a Evict illegál ocupont küldi. Breaker, pont a neved alá oda van ki, hogy Eliminate Hostile. Nem téged kell lelőnöm? Nem tudom. Biztos nem csak. Pont ott volt a izé, ahova mennem kell. Gondolom ott vagy a hőasztalon. Most felszálltam és visszamegyek oda, ahova nekem kell menni. Aha. Launch complete. Proximity alert. Head. Landing gear retracted. Proximity alert. Port. Gyorsan elhagyjuk ezt a holdot. Wanted, Cade Gillum. Ennek a Bounty Hunter küldik. Noli, csak 16 ezer méter magasra kell felmenni, és kim vagyok a légkörből. Talán a Stand Hope azon a legközelebb. Quantum travel initiated. Quantum travel complete. Quantum travel initiated. Weapon systems offline. Aegis combat assist activated. Systems green.
Ja, itt vannak néha elég nagy távolságok, amit meg kell tenni a küldikért. Kétszáz kilométereket repülhetünk. Mostanában elég sűrűn van kiírva felül az a piros betűs ilyen üzenet. Nektek is? Mostanában, az elején igen, mostanában nem láttam. Nekem én már mostanában látom. Így gyönyörűen néz ki azt a rohadt. Kibaszott jó, pont úgy megyek a bolygóhoz, hogy kell felfel a nap a bolygó háta mögött. Ami most ezzel a patch-en nagyon sokat optimizáltak, sokkal jobban megy. Hát én nálam bányászatkor, illetve amikor így körbenéztem, volt olyan, hogy 8 FPS. Igen, amíg beszámolja a köveket, meg leszpónolja. Aha, ja. Az érthető. Hú, de kíváncsi leszek majd, mi lesz majd, mikor az Orionnal próbálunk meg bányászni valamit. Kíváncsi leszek, hogy oldják meg. Már az még, arra váratunk, hogy másfél éve. Úgy ott messze van még basszus. Ja. Piszok messze vagyok. Azt a rohadt. Akkor csak csinálok egy ilyen... Elkezdek elugrani a Hurál 4-hez, azt megszakítom az ugrást. Piszkos messzire kell menni. Engines offline. Na nézzük, sikerült közelebb hozni. Ó, nagyon jó. Jó, hogy megpróbáltam. Szerintem nyertem vagy 200 kilométert. Belehúzunk. Olyan furcsa, hogy titánt miért nem lehet bérelni? Pedig az is kezdő a jó, nem? Hát jó kérdés, tényleg, hogy miért nem. Az túl szép ahhoz. Amúgy az igaz. Ez igaz. Én mindig ez a hajó tetszik a legjobban ilyenekből. Most lépek a légkörbe. Na jó, most meg tudtam csinálni azt, amit az előbb nem. Micsoda? Egy Warrant Officiát kellett lelőnöm. Repülőgépet valakit? De nem, hanem FPS AI. Egyet külön úgy volt le kellett vadászni valakit? Aha, egyet. El kellett én egy ilyen bányász helyre, és egy Warrant Officiát nevőt ott a szerver szoba környékén kellett lelőni. Wow, és ez egy ilyen Bounty Hunter, vagy milyen küldi, vagy Mercenary? 3500, tehát az, hogy Personal, Mercenary, és van a 7000-es, abban már csináltam többet, meg ezt a 3500-as, ezt nem csináltam, ebből is van több egyébként. Aha, kösz. Ez ilyen jó messze Elvis Hurston-on belül, és hogyha vannak társai, akkor lehet, hogy ezek erősebb eszpősai. Aha. Vannak védelmező társai.
cuccot Lordville-en lehet eladni, amit bányáztam? Ha ott is. Nem? Breaker, ott is elbírjátok adni? Igen, Lordville-en, de ott lehet, hogy egy kicsit olcsóbban, mint Alisaron, de én nem szoktam Alisarra elmenni, hanem eladom Lordville-en. Aha, és ott az office-nál? Ott az office-nál, igen, el kell menni, sajnos ja. Metrózni kell, és el kell menni odáig. Oké. Hát mert Alisarra elmenni, az kurva nagy idő. Ja, a kis géppel az 12 és fél perc. Lassan már odaérek én is, ahova mennem kell. Ez kemény, már 11 perce megyek a küldetésem felé. Jó, van, mondjuk egy másik holdról indultam be. Azért van idő, míg elére. Hydrogen fuel at 75%. 75% üzemanyag. Az biztos, iszonyatosan néz ki az a játék. Ez kemény. Lassan ideje lesz, ráfigyelnem arra is, hogy merre megyek, mert még becsapódok a végén. Csak 16000 méteren vagyok. Jobb lesz lámpát nyomni. Azt a de jó, hogy átmentem a felhőknél. Ott megy a nap kell felfele. Értem. Ohohoho. Egy tornyot már le is szedtem. Első pajzsombat majdnem lelőtt a titánnal, Breaker. Mondjuk én Saberrel voltam. Igen, azért nem egy kategória, azt mondja. Na, kilőttem a három tornyot, azt hiszem annyi szokott lenni. Lerakjuk a kicsikét. Proximity alert, head. Port shield, under fire. Landing gear deployed. Port shield, under fire. Lol. Jó, hogy nem szálltam le, volt még egy negyedik. Ja, tehát egy az épület tetején, meg három a bázis mellett. Proximity. Hát beszarok, ha megint lőnek. Olyan nekem is volt, hogy szálltam le és valaki lőtt, azt hittem, hogy egy gyalogos katona esetleg, de utána nem találkoztam vele. Lehet, hogy van egy ilyen hiba, hogy nincs is ott a torony, aztán valaki lő, de ilyen fantom lőnés. Az volt, most is. A bal oldalra, amit lelőttem az előbb tornyot. Igen, az lő. Lol. De az a baj, hogy a hajómat lövi. De akkor hogy lő, hogyha, ha lelőttem?
Nekem is valami ilyesmi volt szerintem, de nekem csak egyszer-kétszer lőtt, utána akarta, hogy leszálltam és kiszálltam. Visszatért! Oké. Okay. Na mindegy, olyan helyen szállok, hogy messzebb legyek tőle. Nekem viszont pont mennem, hogy elköszönök. Oké. Szevasz! Halihó! Halihó! Na nézzük. Kitakarítjuk ezt a bázist. 8 ellenfelem lesz. Juhú. Ha. Kíváncsi vagyok milyen, hát ha majd kijavították ezt az ultrawide szart. Azt nem tudom. Extreme monitorokkal ilyenek vannak. Hát bug volt valójában a izébe. A GeForce Experience-ben. Na, hát akkor ott meg videókártya. Jaja. Driver hibaja. Na nézzük. FPS-ai küldi. Ohó, már meg is jöttek. Egy megvan. Kettő megvan. Három. Hogynak ezek rendesen? Még a töltényem is. Négy. Ah, rendesen számolja, már csak három ellenfelem van. Végre úgy látszik ezeket is kezdik javítani már. Na, kész, megvan a küldi. 7000 óvac. Na, szupi. Ó, igen, még ahogy mondja Breaker is, hogy van, hogy reagál az AI, van, hogy nem, de... Már legalább javulás, fejlődik.
De jó, közben kivilágosodott. Itt a jó kis titánunk.